A település fejlődésért, a közösség építésért alakult meg az Együtt Mucsért Alapítvány 2011-ben, amely szervezet azóta is töretlenül munkálkodik. Fő célkitűzései közül talán a legfontosabb a közösségépítés volt. Ennek keretében, főleg az első időszakban inkább ilyen költségkímélő kis programokat, alacsonyabb költségvetésű programokat szerveztünk. Kirándultunk, kerékpár túráztunk, szemetet gyűjtöttünk, kézműves foglalkozásokat tartottunk, főleg így a közeledő ünnepekre készültek el különböző kis tárgyak. A másik fő célunk az a falu elszigeteltségének a feloldása. Ennek keretein belül egy honlapot tudtunk készíteni, hogy kapcsolatot tartsunk a külvilággal. Ez azért ugye 10 évvel ezelőtt még nagyobb jelentőséggel bírt, mint ma, hogy működik a közösségi média, de azóta is ezt használjuk, aktualizáljuk, és elkészült tavaly évben a német nyelvű változata is. A harmadik célunk pedig a faluszépítés, itt főleg apró eredményeink vannak. Itt van, hogy lelkes csapat egy közterületet rendbe tesz, vagy egy régi sírt, amire nemrégiben volt példa, hogy több száz éves sírokat mentünk meg, és ezt szeretnénk is folytatni. Talán egy komolyabb eredményünk a 2010-es évek elején egy önkormányzattal közösen benyújtott pályázat volt, amikor egy sportöltözőt tudtunk kialakítani, önkormányzati épületek szépültek meg, a művelődési ház és az önkormányzat épülete. Az egészségmegőrzés, a mozgásra való ösztönzés is egy fontos szempont az alapítvány részéről, aminek érdekében szerveztek már olyan programokat, amellyel többeket sikerült megmozgatniuk. Legutóbb pedig pályázati forrásból sikerült életmódváltást ösztönző eszközöket beszerezniük. A kezdetektől fogva célunk az, hogy nem mindennapi dolgokat hozzunk ide a faluba, és egy ilyen ötlettől vezérelve gondoltuk, hogy olyan helyben nem elérhető eszközöket repályázzunk, amit sikerült a Magyar Falu Program falusi civil alapjából végül is pályázat útján megnyerni, és akkor itt sikerült vásárolnunk egy futópadot, egy masszázsfotelt és egy flabellos mozgásterápiás alakformáló eszközt. És volt még egy jóga lehetőség, hogy 4 alkalommal tudtunk jogát tartani kint a szabadban, és ezeken az órákon is rendszeresen sokan részt vettek. A terem használata teljesen térítésmentes, ám a téli időszakban bezárni kényszerültek az energiaárak miatt. Elsősorban a helyiek, tehát a falubeliek élveznek elsőbséget a használatkor, viszont jönnek vidékről is. Most hát heti 3 alkalommal van nyitvatartás, illetve hát most a téli időszakban bezárni kényszerülünk itt az energiatakarékosság miatt, de tavasszal újraindul, és ugyanezzel a heti 3-szori nyitvatartással tervezzük. Minden évben nyújtunk be legalább 2 darab pályázatot, hogyha ezeket sikeresen megnyerjük, akkor következő évben itt a régi iskola épületében vagyunk, ami egy kicsit kívülről leromlott, ennek az állagán szeretnénk egy kicsit javítani, illetve a mosdórészt közösen használjuk, a szintén ebben az épületben található varrodával, és ott szeretnénk egy valami megoldást találni arra, hogy legyen egy saját vizes blokkunk. Az alapítvány törekszik rá, hogy olyan pályázati forrásokat ragadjanak meg, amelyekkel szélesebb körnek tudnak kedvezni a településen. Jelenleg egy 10 lelkes főt számlál az a közösség, aki tényleg támogatja a programjainkat, és részt vesz a szervezésben, meg a kivitelezésben. Igyekszünk különleges dolgokat idehozni. Korábban volt egy ásványkiállításunk, ez Debrecenből Fürtös György ásványgyűjtőnek a kiállítását mutattuk be nagy sikerrel. A tavalyi évben nemzetiségi baba kiállításunk volt, Szekszárdi Tilly Jánosné, Marika hozta el ide a csodálatos babáit, szintén nagy sikert aratott, és akkor utolsó rendezvényünk volt az idén október végén, amikor László Gábor, mi svábok, mindig jó magyarok voltunk című film vetítését rendeztük itt meg, ami szintén sikeres volt. 2018 évben barátnőm Gomerman Krisztina, aki támogatja rendszeresen a marketing munkájával és a gyönyörű fotóival az eseményeinket és alapítványunkat, egy ilyen
Érdekes ötlettől vezérelve a helytörténeti gyűjteményünknek az eszközeit és ruháit használva fotósorozatot készített, ahol mi magunk költöztünk be, és ilyen régies képeket készített. Még abban az évben, 2018-ban beneveztünk a Centrum minden évben meghirdetett Blickpunkt képek versenyére, és ott képeslap kategóriában elhoztunk egy külön díjat, majd idén sikerült, tehát 2022-ben újra gondolnia az egyik képét, amivel képeslap kategóriában elhozta a fődíjat. És nagyon büszkék vagyunk rá. Az alapítvány a továbbiakban is azon munkálkodik, hogy a település közösségi életét fellendítse a lakosság egészét érintő rendezvények, sportprogramok támogatásával, kulturális rendezvények látogatásának szervezésével.